Egyre több menekült tábort épít Törökország, elkezdtek ugyanis felkészülni arra, hogy ezrével kell majd visszafogadniuk a migránsokat, ha be akarják tartani az uniónak tett ígéretet. Már most is 2,5 milliónál több migráns tart el a török kormány. A törökországi Kilisből Novák András kollégám tudósít. Jó estét kívánok! A rengeteg menekült miatt újabb menekült táborokat épít a török kormány, a táborokba pedig iskolákat. Ebbe az iskolába például itt a határ mellett, itt a menekült táborban több mint 4000 gyerek tanul. Törökországban már most 2,6 millió menekült él ilyen tábori körülmények között. Mohamed a szíriai Idlibből érkezett feleségével és 10 gyerekével. Most már csak nem másfél éve élnek ebben a sátortáborban. A háború miatt jöttünk át a határon. Az iszlám állam rengeteg embert ölt meg a környékünkön, ezért lettünk menekültek. Itt mindent megkapunk a török kormánytól, és köszönjük nekik, hogy vendégül látnak, mondja Mohamed. A dél-törökországi Kilis tartomány kormányzója azt mondta, folyamatosan bővítik a táborokat. Süleyman Tapsi szerint azért vannak nehéz helyzetben, mert most is telítettek a táboraik. Átlagosan 15-25 ezer embert helyeznek el egy táborban. Első körben modernizáljuk a táborokat, a sátorokat konténerekre cseréljük. Mindent megteszünk azért, hogy élhető körülményeket teremtsünk a menekültek részére. Hiszen úgy számolunk, hogy akár évekig is itt maradhatnak Törökországban, mondta a kormányzó. A hét elejét csúcs találkozón a törökök azt ígérték az EU vezetőinek, hogy hajlandóak visszafogadni az országból illegálisan Görögországba érkező migránsok mindegyikét. Az Európai Uniónak viszont minden egyes visszafogadott szíriai állampolgár helyett be kellene fogadni egy szíriai menekültet, közvetlenül Törökországból. Ezt a megállapodást várhatóan jövő héten véglegesítik. Ha Törökország betartja az Európai Unióval kötött megállapodását, akkor mostantól átlagosan naponta 2-3 ezer menekülttel többet kell elhelyeznie. De hogy ezt pontosan hogyan fogja megvalósítani, azt egyelőre nem lehet tudni. Az ATV híradóját Törökországból, a szír határ mellől Novák András tudósította.